смеяться, не понял. Ну ты выдал. Собираться на слово уже договорились. Если поставили задачу, то выполнили. Нормально. Был ли смысл с мотивацией? Посадил сталкер псевдорепку. Выросла псевдорепка большая-пребольшая. Взял сталкер гранатомет и пошел вот ее добывать. Знает, и все бы у него наверняка получилось, если бы у псевдоручки... Милый шаг! Опять твое! Ha akad bármi más javítani valód, keresd meg bátran! Én csak az eszközök hibáit javítom, nem a tulajdonosukét. Minden figyelmem a tiéd. Megfordítanod a csata kimenetelét. A bázisunkon vár rád a jutalmat. Visszavertünk egy újabb támadást! Szóval, mire van szükséged?
Szóval? Катится под откос. А внизу мясорубка. Ну, сталкер думает, все. Прощай, мама. Egy látogató? Azonnal jövök. Akarsz üzletelni? Biztonságos utak. És akarsz üzletelni? Sok szerencsét! Mi újság? Ne feledd, ahhoz, hogy jó lövész legyél, a megfelelő időben kell használnod a fegyvert. Mi újság? Nos, akkor sok szerencsét! Stalker, mit akarsz? Miért húzod az időt, ha? Van valami dolgod velem, vagy mi van? Mi van, Stalker? Egyébként...
Az ingovány már a mi uralmunk alatt áll. Elveszítettük az uralmat az ingoványba vezetésével. Lássátok, ha nem foglaljuk a szőket, a csatosabot újjatok a sovább igazán is lesz.
Если завалено! Thank you.
közelebb, vagy tüzet nyitunk. Szívesen zsoldos. Hello, zsoldos! Mondj csak, mi szél hozott erre? Hello, zsoldos! Mondd csak, mi szél hozott erre?
Rengeteg stalker fordul meg erre, nehéz mindegyikükre emlékezni. Van valami oka, hogy megerőltessem az agyamat? Na, ezt már szeretem. Nos, a helyzet a következő. Már itt élek egy ideje, az üzletem virágzik, itt is, ott is kapok különféle megbízatásokat, az emberek pedig bíznak bennem. De van egy kis gondom a legutóbbi megbízatásommal. A megbízó nagyon fontos személy, a cucc, amit keres, az pedig nagyon ritka. Minden rendben ment, a stalkerek megszerezték volna a zsákmányt a zónából, a hadsereg pedig biztosította volna, hogy kihozzák onnan. Nos, a két fél egyszer csak egymásnak esett, és az egész hely megőrült. Most a stalkerek a hadsereggel harcolnak, és senki sem tudja, hogy merre van a cucc. Ez nekem egyáltalán nem jó, mert a megrendelést teljesíteni kell. Segíts megszerezni a táskát, és cserébe elmondok mindent arról a stalkerről és az alkatrészeiről. Áll az alku? Látogass meg a töltés közelében lévő stalkereket. Van ott valami bázisuk is. Ott tartják fogva az elrabolt katonai parancsnokot, Kaleckit. Nem érdekel, hogy mit csinálsz a bázison, az sem érdekel, ha azok a bolondok Robin Hood boldog csapatának képzelik magukat. Nekem csak a táska és a benne lévő cucc kell. Ami a stalkereket illeti, próbálj meg beszélni Valeriannal. Ő a stalkerek vezetője. Tudatom vele, hogy én küldtelek oda. Ha van valami mondani valód, akkor mondd! Hallgatlak! Szóval mi a helyzet? Gyerünk, mondd már! Csupa fül vagyok. Ha van valami mondani... Thank you.
Csendet! Várjunk még egy kicsit. Még nem jött el a pihenés ideje. Rendben, emberek! Ebből elég! Hallgatlak. Segíts, haver! A hadsereg a stalkereket gyepálja! Megölik az embereinket! Hol vagy? Hamarosan már túl késő lesz! Segíts!
Ne lőjön! Kérem, ne lőjön! Segíts, haver! A hadsereg a stalkereket gyepálja! Megölik az embereinket! Hol vagy? Nem tudjuk feltartani őket! Siess! Szóval mi a helyzet? Már régóta várunk rád, menj és keresd meg a vezetőnket! Hogy mint zsoldos? Nem sokat látni téged itt a kordonon. Mi szél hozott erre? Azt mondod Szidorovics tolban? Szóval te is tudsz a parancsnokról? Rendben, őszinte leszek veled.
Régen együttműködtünk a hadsereggel. Megengedték, hogy biztonságosan fuvarozzunk az állomásokon keresztül, és megosztottak néhány hasznos információt. Jól megfizettük a szolgálataikat. De később rájöttünk, hogy az a szemét parancsnok mindkét féllel üzletel. Elmondta a fosztogatóknak, hogy merre vagyunk. Aztán két emberünket eladta rabszolgának a szemétdombon. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Oké, egy kicsit talán elragadtattuk magunkat, nem tudom hogyan tovább. Túszként tartjuk fogva a parancsnokot, ami egy ideig garantálja, hogy a hadsereg nem fog minket visszabombázni a kőkorszakba a helikoptereivel. De nem ölhetjük meg, és el sem engedhetjük. Ez a mocsadék tudja, hogy élve van rá szükségünk, és nem törik meg. A gond az, hogy ő az egyetlen, aki tudja, hogy hová van elrejtve a zsákmány. Ha nem visszük el a zsákmányt Szidorovicsnak, többé nem fog velünk üzletelni. Ha sikerülne elérni, hogy ez a tető a mi szabályaink szerint játszon, egész másként alakulna a játszma. Nekem elhiheted. Jövök már, jövök. Jó dolog üzletelni egy tisztességes stalkerrel. El akarsz adni valamit? Gyertek mind és örvendezzetek! Kalecki ketrecbe zárva! Mit bámulsz, seggfej? Neves csak! Ha azért vagy itt, hogy megtud, hová rejtettem a táskát a zsákmánnyal, hát nagyot fogsz csalódni. Menj vissza az imádott zónádba. Az emberei innen sokára úgyis eltörlik a szánalmas kis csoportodat. Ami pedig a főnöködet illeti, felakasztjuk a hídra, hogy mindenki lássa, mi jár annak, aki újat húz a hadseregkel. Ó, tényleg? És mennyit kérnél a szolgálataidért? Mit szólnál, ha arra kérnélek, hogy segíts a fiúknak elintézni a vasúti töltésnél lévő mesterlövészeket? Meg ne állj az ajtó felé menet! Egyenesen, amíg bele nem botlasz egy anomáliába. Nos, megtudtál valami hasznosat? Természetesen meg fogják menteni. Az a patkány egy halom lóvéval jön nekik. Személyesen irányította az akciókat, a pénzt meg elásta valahol. Figyelj, van egy ötletem. A parancsnoknak csak két embere van, akikre számíthat. Együtt szolgáltak az állomásukon. Mivel őket is bevette az üzletbe, mindent megtennének, hogy kiszabadítsák. Ha ezt a kettőt elintézzük, a mocsadék rá fog jönni, hogy senki nem jön érte. Meg fog törni, mi pedig kiverjük belőle a zsákmány helyét. Elosztjuk a pénzt, Szidorovics pedig megkapja a táskát. Na, mit szólsz? Van egy olyan érzésem, hogy nem kell megkeresnünk őket.
Kaleckij emberei valahol errefelé ólálkodnak. Azt tervezik, hogy megtámadnak. Egy kisebb egységet észleltünk a felvonó környékén. Segíts elintézni őket. Gyerünk, mondd már! Csupa fül vagyok. Észrevettünk egy második egységet a depónál. Zsoldos, menj oda! Tegyétek össze magatokat, mert van itt egy rács, amit szakadra szaggat. Thank you.
Elkussol! Rassza a prilazőt, Gábor! Nesztek, élvezétek a kaját! Most, hogy a haverjai halottak, Kalecki tudni fogja, hogy hiába vár segítséget. Az a patkány hamarosan beadja a derekát, ez biztos. Zsoldos, menj vissza a bázisra! Mit tehetek érted? Gyere vissza később. Talán érkezik újabb szállítmány. Mit tehetek érted? Ha szükséged van bármi másra, gyere vissza! Van valamid, amit meg kell javítani? Volna valami szerelni vagy fejleszteni való? Mit tehetek érted?
Látod, mi az eredménye annak, ha makacskodsz? A barátaid halottak, és te még itt vagy. Senki sem jön megmenteni. Mondd el, hová rejtetted a táskát. Jól van, elmondom. Szemetek. Az alagútban van, a felborult autóban. Na nézd csak, a kis szaros úgy tört meg, mint egy tojás. A koordinátákat betápláltam a PDA-tba. Vidd el a cuccot Szidorovicsnak, már nagyon várja. Köszönöm, hogy visszahoztad a táskát. Most már elrendezhetem a dolgot az ügyfélemmel. Azért maradtam életben ilyen sokáig a zónában, mert mindig megtartom a szavam. Ha itt átversz valakit, biztos lehetsz benne, hogy hamarosan késsel a hátadban találnak rád. De ennyi elég is volt rólam. Ami téged illet, itt volt a fickó, a neve Agyár.
csöves erősítőket és más régi elektromos alkatrészeket keresett, de én nem értek ezekhez. Eladtam neki az erősítőt, a többi cucc viszont nekem sem volt. Mondtam neki, hogy keresse meg az ásatókat a szemétdombon. Néhány stalker nemrég kiásott valami régi berendezést, ami még a csernobili baleset utánról származik. Most mindenféle régi alkatrészek hevernek. Ott keresd a fickót, és ne feledd, ha üzletelni akarsz, én vagyok a te embered. Ha szükséged van bármi másra, mindig hozzám gyere. Mivel segítettél legyőzni a katonákat, örökös árengedményt kapsz.
szakadjatok szét. Várjatok. Thank you.
Goblin, van valami újság? A hadsereg épp most lövöldözött valakikre. De nem távolodnak el nagyon a bázisuktól, mert túlságosan félnek. Nos, szólj, ha van valami. Ne izgulj már annyira, mondd, amit akarsz. Elvitte a cica a nyelvet, tesó? Elvitte a cica a nyelvet, tesót?